Gyújtópont. Nagy szeretettel köszöntjük a Gyújtópont hallgatóit. Vajon blöffe az ellenzéki előválasztás? Erre a kérdésre keresjük most a választ műsorunk első felében. Vendégem pedig Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont intézet elemzője. Üdvözöljük, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlünk, köszöntöm a kedves hallgatókat. Első kérdésem talán már komikusan egyszerű kérdés lenne. Valóban blöff az ellenzéki előválasztás? Azt gondolom, hogy leginkább a számokat érdemes itt megnézni. Ugye két részre bontanám az ellenzéki előválasztást, hiszen két nagyon fontos aspektusa van ennek. Az egyik a miniszterelnök jelölt választás, a másik pedig az ellenzék majdani képviselő jelöltjeinek a megválasztása. Az, hogy mennyire érdemes, vagy mennyire kell komolyan venni ezt a választást, abban a tekintetben talán az utóbbi dönti el, hiszen ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ugye 106 országgyűlési egyéni választókörzet van Magyarországon, és ebből a jelenleg 77 az a körzet, ahol maximum 2 darab jelölt közül lehetne jelenleg választani, és ugye egy olyan előválasztásról beszélünk, amit 6 párt szervez, illetve van még köztük, illetve mellettük pontosabban olyan mozgalom, akár a Mindenki Magyarországon mozgalom, akár a Jánbor Andrást jelölő Szikra mozgalom, amelyik csak akár egy-egy jelöltet állít, de hogy ilyen 6-8 konglomerátumról van szó, és a körzetek döntő többségében ehhez képest jelenleg a maximum 2 főből lehet választani, van olyan, ahol egyébként csak egyből, és nagyon sok esetben a kettőből az egy, vagy az egy, akiből lehet választani, az a demokratikus koalíciónak a jelöltje, tehát nekik van a legtöbb helyen a jelöltjük. Ez szám szerint 79, és egy darab olyan jelölt van, akit az MSZP indít, de ők támogatják. Tehát ilyen vagy olyan formában, de 80 helyen van Gyurcsány Ferenc pártjának jelöltje. És a Momentum követőjüket egyébként 64+1 támogatott jelöltet, és egy hatalmas leszakadás van utánuk. Tehát akár az MSZP, akár a Jobbik ilyen, akár egy számjegyű, akár 10, akár 20 számokban mérhető azoknak a jelölteknek a száma, akiket ők önállóan indítottak. Tehát jelenleg, a jelenlegi tudásunk szerint igazából azt látjuk, hogy valódi előválasztás, ami több jelölt egyszeri, vagy egyszerű történő elindításával tapasztalható, és valódi választási lehetőséget ad, szocialista érzelmű, vagy jobbikos érzelmű, vagy liberális, tehát akár a Momentumhoz közel álló választópolgároknak, olyan a körzetek döntő többségében nincsen. Ez az egyik része. A másik pedig a miniszterelnök jelölti előválasztás, ott igazából azt érdemes látni, hogy ott már majdnem teljessé vált a kép, hiszen Dobrev Klára már bejelentkezett, Karácsony Gergely még nem, de azzal együtt lesz majd teljesen miniszterelnök jelölteknek a versenye, de ott is azért azt fontos kiemelni, hogy az a párt, illetve inkább az a személy, aki irányítatja ezt az egészet, vagy legalábbis aki az egész mögött állhat, az nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc, illetve a demokratikus koalíció. Tehát valamilyen szinten mindenképpen egy, ha nem is teljesen blöff, de egy nagyon erős hatásvadászat az előválasztás. Milyen haszonnal járhat ez az ellenzéki jelöltek számára, akár a főbb miniszterelnök jelölteket tekintve, akár körzeteket tekintve, így a pártok hol profitálhatnak ebből az előválasztásból? Ugye minden pártnak az elsődleges célja, és gondolok leginkább a kicsikre, tehát az MSZP-re, de az LMP-re is gondolhatok, vagy akár a Párbeszédre, mindegyik pártnak az elsődleges célja, hogy saját önálló frakciója legyen a 2022 utáni országgyűlésben, és a legfőbb szempontnak jelenleg ezt gondolom, hogy önállóan képviseltethessék magukat, és ebből a szempontból nyilvánvalóan két részre érdemes bontani a pártokat, vannak a nagyok, illetve vannak a kicsik. A nagyok alatt értem akár a demokratikus koalíciót, akár a Momentumot, akik egyébként összefogás nélkül is minden bizonnyal ott lennének az országgyűlésben, illetve vannak a kicsik, akiknek pedig elemi érdekük az, hogy valamilyen módon összekapaszkodjanak a nagyokkal, hogy biztosítsák a 2022 utáni a parlamenti meglétüket. A legfőbb pozitívum, amivel ezek a pártok neki mennek az előválasztásnak, az, hogy minél több jelöltet, és aztán majd esetlegesen minél több képviselőt küldhessenek az országgyűlésbe. Nyilván a végső céljuk
az egy kormányváltás lenne, de alapvető fontosságúnak gondolom itt az egzisztenciális kérdéseket, ezek közül a pártoknak a részére. Kicsit az előválasztás résztvevőire rátérve, mit árulhat el a helyzetről, hogy egy oldalon láthatjuk indulni Jakab Pétert például és Kunhalmi Ágnes, csak hogy mondjuk egy példát említsek a sok közül. Az előválasztás milyen jellegére utal ez, milyen következtetéseket lehet ebből levonni, hiszen azért ilyet mindennapi szinten azért nem szoktunk látni. Igen, azért itt van két egymással ellentétes, egymásnak ellentmondó magyarázat. Ugye az ellenzéki magyarázat, az ellenzéki narratíva az, hogy felmérték azt, hogy a magyarországi választási rendszerben, ami ugye egy vegyes rendszer, egyéni képviselőket juttatunk az országgyűlésbe, illetve listáról juttatunk képviselőket az országgyűlésbe, most ebben a választási szisztémában csak úgy tudnak az ő elgondolásuk szerint valóban eséllyel indulni egy választáson, hogyha ők összefognak. Ugye ez az egyik magyarázat. A másik magyarázat az inkább egy hatalomtechnikai magyarázat, amelyik azt mondja, hogy nemes egyszerűséggel felmérték azt, hogy számszakilag akkor járnak a legjobban, hogyha az elveiket, az értékeiket maguk mögött hagyva egy ilyen technikai jellegű koalíciót hoznak létre, és így próbálnak meg egyfajta egységes programmal, meg egységes jelöltekkel, vagy hát egy darab jelöltet körzetenként fellépni a kormánypártoknak a kihívóival szemben. Ez még egyszer mondom, sokkal inkább hatalomtechnika, és itt azért felmerül a kormányzó képességnek a kérdése is, hogy ha is amennyiben itt valóban egy kormányváltás történik 2022 után, akkor egy ilyen hat pártból plusz a csatolt részekből álló kormánykoalíció, akik egyébként nagyon sok kérdésben homlok egyenes már gondolnak a világról. Gondoljunk itt akár a elszakított területeken élők szavazati jogára, gondoljunk itt akár a homoszexuálisok elismerésének, vagy párkapcsolatuk, házasságuk elismerésére, ők mennyire fognak tudni majd együtt dolgozni, mennyire fognak tudni együtt kormányozni, a mindennapi kormányzati apró munka az mennyire teszi őket próbára. Mit gondol, hagyományá válhat az előválasztás? Mikorra várható egy olyan ellenzéki párt, ami önálló entitásként is képes felvenni a versenyt, vagy ha így nem is, egy olyan ellenzéki párt csoportosulás, ami így csoportként képes önálló entitásként tevékenykedni? Van-e erre lehetőség, hiszen azért a mostani helyzetben nem igazán tudnak ugye önállóan versenyképesek lenni a kormánypártokkal szemben? Várhatunk-e ilyet, és ha igen, akkor ez körülbelül mikor következhet be? Illetve az ellenzéki előválasztás, mint műfaj, az így még látható lesz a jövőben? A 2022 után azt gondolom, hogy bármi is lesz a választásoknak az eredménye, a baloldali liberális térfél az át fog alakulni. Tehát nyilvánvalóan felmérték a baloldali pártok, a liberális pártok, hogy ugye most elindulnak egy előválasztási szisztémában, egy előválasztási rendszerben, de hosszú távon az, hogy választásról választásra ennyi párt, ennyi vezetővel, ennyi jelöltel összeüljön, és minden egyes körzetben akár előválasztásokat tartsanak, a szociótában nem tartható fenn, hogy lesz-e egy egységes párt, amelyik jelenlegi kormánypártoknak a kihívója lehet. Az azért egy nagyon érdekes kérdés, mert ez a kérdés már nagyon régen felvetődött, hogyha visszamegyünk egy kicsit az időben, egy évtizeddel, akkor már a 2010-es évek elején olvastuk azt Gyurcsány Ferencről, hogy az ő célja egy nagy egységes demokrata pártnak, ő nevezte így, a létrehozása, amelyik képes visszahozni egyfajta két pártrendszert. Tehát a kihívója lehet önmagában, kihívója lehet a Fidesz-KDNP-nek. Az, hogy 2024-ben a következő önkormányzati választásoknál, vagy 2026-ban a következő országgyűlési választásoknál lesz-e még annyi ellenzéki, mostani ellenzéki párt, mint most, azt szerintem jelenleg senki nem tudja megmondani, de utalnak jelek arra, vagy mutatnak jelek abba az irányba, hogy nem, tehát át fog alakulni ez a pártstruktúra, és kevesebb párt lesz. Gondolok itt akár olyanokra, mint akár az LMP-nek és a Párbeszédnek az összeolvadása, akár bármilyen másra, de ez a pártstruktúra, ez azt gondolom, hogy ezután a választás után át fog alakulni, valamilyen módon.
Az M1 ma reggel című műsorában megjegyezte, ugye, hogy az ellenzéken belül sokáig volt egy olyan elképzelés, ugye, amit leginkább az MSZP képviselt, hogy azok a parlamenti képviselők, egyéni országgyűlési ellenzéki képviselők, akik 2018-ban vagy 2014-ben már megnyerték a körzetüket, ne vegyenek részt előválasztáson. Ez a menetrend felborult például, amikor a Momentum ugye Hatházi Ákost indított a Tóth Csaba ellen, és ugye ennek következtében most már mindenkinek meg kell méretni magát az előválasztáson. Mi lehet a mostani menetrend, a mostani előválasztás menetrendje, és kik alakíthatják ennek a szabályait? Kik azok a politikai szereplők, pártok, akik kimondhatják majd a végső szót az előválasztás hogyantjának, mikéntjének tekintetében? Ugye itt az előválasztás szabályainak, illetve mikéntjének a kérdésében én azt gondolom, hogy minden esetben, ami vitáspont, már pedig látjuk, hogy vannak vitáspontok, gondolok itt akár az online választásra, ott kell, hogy kössenek valamiféle kompromisszumot. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a résztvevő pártok közül senkinek nem érdeke az, hogy felboruljon ez a koalíció, és én egyébként abban a vagy attól a divatos gondolattól is óva intenék, hogy olyan nagy különbségek vannak a pártok között, hogy majd a választások előtti időszakig ők fel fognak állni a tárgyalóasztaltól, illetve hátat fognak fordítani egymásnak. Szerintem nem, tehát ők ki fognak tartani mellett a konstrukció mellett, és nyilvánvalóan fognak majd valamilyen olyan kompromisszumot kötni, ami senkinek sem a legjobb, de mégis mindenki elfogadja, azért, hogy egységesen tudjanak indulni 2022-ben az országgyűlési választásokon. Szerintem minden pártnak engednie kell, akár szakpolitikai, akár hatalomtechnikai, akár bármilyen kérdésben. Csúrlódások mentén, de olyan kompromisszumokat fognak kötni, ami a választások napjáig megtartja a szövetséget. A másik kérdésként talán még felmerülhet az emberekben, hogy ki lesz az előválasztások igazi nyertese, vagy melyik párt. Ugye ez is kérdés lehet, hogy az előválasztások igazi nyertese vajon személy vagy párt lesz-e, hiszen ugye akár Márki-Zay Péter személyében találkozhatunk ugye olyan jelöltekkel is, akik nem kötődnek kifejezetten pártokhoz. Egyrészt pártok vagy személyek húzzák majd itt inkább a pozitívat ebben a kérdésben, illetve ezen belül pártokon belül, vagy pártszereplőkön belül van-e olyan politikus, akinek kifejezetten jót tehet az előválasztás? Hogyha kizárólag a pártokat nézzük, akkor nyilvánvalóan az a párt lesz a legnagyobb nyertese és a legnagyobb húzóereje az előválasztásnak, aki az előválasztáson a legtöbb mandátumot, vagy a legtöbb indulási lehetőséget megszerzi, ez így pontosabb, hiszen az még ugye nem mandátum, az még az általános választásokon is meg kell mérkőzni a kormánypártoknak a jelöltjével. Jelenleg ugye, ahogy erre már utaltam a jelöltek számából, pártonként a jelöltek számából, azt következik, hogy itt a kicsiknek viszonylag kevés a mandátumuk lesz, vagy mandátum szerzési lehetőségük lesz. Azt gondolom, hogy mindenképp az összes párt kap annyi a lehetőséget, hogy 2022 után saját frakciót alapíthasson, de a legjelentősebb, legerősebb párt, az én azt gondolom, hogy 2022 után a választás eredményétől függően a demokratikus koalíció lesz. Azon egyszerű oknál fogva, hogy van egy elkötelezett és stabil választói rétege, eltérően mondjuk akár a Magyar Szocialista Pártól, akár a Jobbiktól, amelyiknek volt ugyan egy nagyon erős és nagyon elkötelezett választói rétege hosszú-hosszú időn keresztül, de ugye nem is olyan régen épp attól volt hangos a sajtó ennek a két pártnak az esetében, hogy települési, falusi, de akár városi alapszervezetek bomlottak fel, és éppen ezért ők azt a struktúrát, amivel ők nagyon sokáig rendelkeztek, már nem tudják sem kihasználni a saját érdekükben, sem az előválasztásba becsatornázni, hogy ők szerezzék meg a legtöbb jelöltet. Az, hogy személyében kinek tehet leginkább jót az előválasztás, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a miniszterelnök jelölteknek, hiszen itt kormányváltás esetén egy hatpárti koalícióról beszélünk, tehát lehet egy olyan miniszterelnök jelölt, akit ugye két fordulóban kiválasztanak, és mivel hárman jutnak be a második fordulóban a jelöltek közül, ezért akár relatív többséggel is lehet nyerni, de semmiképp nem gondolom azt, hogy egy erős miniszterelnök jelöltje lesz ennek a koalíciónak. Sokkal inkább valamiféle
hatalom megosztásról gondolkodhatnak ők, amiben nyilvánvalóan a legerősebb pártok, akár a DK, akár a Momentum szeretnék maguknak a legnagyobb szerepet, és hogyha az előválasztás úgy alakul, ugye nem tudjuk még, hogy mik lesznek a mandátumszerzési lehetőségek, nyújtó arányok, de hogyha az előválasztás úgy alakul, és ők futnak neki a legtöbb jelölttel, akkor ez jó esélye predesztinálja őket erre a szerepre. Tehát én nem számítok egy erős miniszterelnökre, én sokkal inkább egy közepes vagy akár gyenge miniszterelnök jelöltre számítok, és mögötte egy erős háttérapparátussal, aminek a legerősebb haszonélvezője aztán a személyében Gyurcsány Ferenc, pártszinten pedig a demokratikus koalíció lehet, illetve nyilván a Momentum is szeretne majd egy szeletethető a tortából. Még kérdésként talán az merülhet fel, hogy az előválasztás a választók számának tekintetében milyen legitimitással, milyen autentikussággal rendelkezik, hiszen az sem utolsó szempont, hogy mennyien vesznek részt egy ilyen előválasztáson. Az eddigi ilyen jellegű akciókból kiindulva, illetve az esetleges felméréseket nézve, lesz ilyen tekintetben értelme az előválasztásnak? Az ellenzéki szavazók többsége részt szeretne ezen venni? Hajlandók ezeken részt venni? Kommunikációs értelemben mindenképp lesz ereje. Ugye mozgósítás szempontjából lesz ereje. Az azért egy nagyon fontos kérdés, mert ha megnézzük a budapesti előválasztást, ugye a főpolgármester jelöltnek a jelölteknek az előválasztási versenye volt, ott 5% alatt volt a részvétel, de egyébként, hogyha az előválasztások archetipusából vagy őshazájából hozunk példákat, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban sem jelentős az előválasztásokon való részvétel. Nyilván ez különbözik a demokratáknál és a republikánusoknál, de ott is a legelkötelezettebb magszavazók azok, akik részt vesznek ezen az előválasztáson, de ez egy viszonylag 10%. Tehát én azt gondolom, hogy bőven ilyen 5% környékén, vagy akár az alatt is lesz a részvétel az előválasztáson, viszont kommunikációs szempontból ezt ki lehet használni. Ugye azt tudjuk, mert látjuk más országok példáján is, hogy a bizonytalanoknak, illetve a peremszavazóknak a megszólítására az előválasztás, mint olyan, nem alkalmas. Egészen egyszerűen azért, mert nem veszik a fáradtságot arra, hogy elmenjenek akár egy sátorba leszavazni, akár csak online regisztrálni sem, viszont az általános választásokon részt vesznek. És kommunikációs szempontból lehet tehát ennek egy nagy ereje, hogy el tudják mondani azt, hogy előválasztáson választották ki a jelöltjeiket. Az megint egy másik kérdés, visszatérve itt a választókörzetek, hogy hány jelöltből választják ki ezt az egyet. Hiszen a több pártelnök bejelentette már MSZP részéről, a Jobbik részéről, de egyébként hallottuk már Fekete Győr Andrástól is, hogy nem indítanak minden körzetben jelöltet, sőt, hát sok pártnál ugye azt látjuk, hogy arra már utaltam, hogy a körzetek kisebbségében indítanak jelöltet. Így végezetül egy utolsó kérdésként megkísérelnénk választ találni a megválaszolhatatlanra talán, így is lehet nevezni. Megfigyelhető ugyebár, hogy az ellenzéki pártok különböző felmérései, vagy az ellenzéki pártokhoz köthető különböző felmérések, vagy akár csak így nyersen különböző felméréseknek a különböző eredményei azzal a kapcsolatban, hogy ki a legesélyesebb miniszterelnök jelölt, ezek változóak, és mindig színes, különböző eredményeket hoznak. A kérdésem talán az lenne, hogy látható-e egy reális, viszonylag alátámasztható álláspont abban a tekintetben, hogy ki most jelen pillanatban a legesélyesebb jelölt, vagy ezt még azért túlságosan korai lenne, akár csak megkísérelni, megválaszolni is? Ez talán azért lenne korai, mert ugye jelenleg azt látjuk, legalábbis a mi felméréseink, de egyébként máshol is ez látható, hogy most Jakab Péter a leginkább esélyes miniszterelnök jelölt. Viszont néhány dolgot ehhez nagyon fontos hozzátenni, és ezt talán megmagyarázza azt, hogy miért korai ezt a kérdést feszegetni. Az egyik az, hogy ez egy relatív népszerűség, amivel most a Jobbik elnöke rendelkezik, és nyilvánvalóan ő nem képes megszólítani a teljes balliberális tábort. A másik az, hogy ő ezt milyen politikával ért el. Nyilvánvalóan az, hogy ő piros arannyal, parizerrel, egyéb ételekkel fényképezte, ez egy kommunikációs technika, viszont ez nagyon sokakban kelthet egyfajta ellenérzést. Illetve a harmadik,
hogy még nem teljes a paletta. Tehát, hogy bármilyen felmérés történik, akkor még mindig ott van az a Karácsony Gergely, akit úgy lehet választani a választópolgárok részéről, mint legimpatikusabb miniszterelnök jelöltet, hogy hivatalosan még be sem jelentette az indulását. És még egy nagyon fontos dolgot hozzátennék, és itt megint csak a saját a nézőpont intézet felmérésére hivatkoznék, hogy ugyan Jakab Péter a legnépszerűbb miniszterelnök jelölt az ellenzéki oldalon, viszont többen szimpatizálnak vele, mint hányan számítanak arra, hogy miniszterelnök jelölt lesz, valóban ő lesz a közös miniszterelnök jelölt. Dobrev Klára, illetve Karácsony Gergely esetében ez pont fordítva van. Tehát kisebb a népszerűségük jelenleg, mint Jakab Péteré, viszont többen számítanak arra, hogy ők miniszterelnök jelöltek lesznek, végül ők kerülnek győztesen a versenyből, mint ahányan egyébként szimpatizálnak velük. Tehát az látszik az ellenzéki érdemű szavazóknak a vélekedésén, hogy ugyan Jakab Péter tekintik most a legnépszerűbbnek, de többen mégis arra számítanak, hogy végül vagy Karácsony Gergely, vagy pedig Gyurcsány Ferenc felesége fog győztesen kikerülni ebből az előválasztásból, a miniszterelnök jelölti előválasztásból. Erdély Rezső Krisztián, a Nézőpont intézet elemzője volt a vendégem. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönöm szépen.